Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Slipface folytatása. Lássuk ezúttal, mire megyünk. Mondjuk ezt a gyönyörű mókát. Legyen mondjuk ez. Hát az annyira nem érdekes a technológiák, ahhoz jobban kéne ismernem, hogy melyik mi, plusz egy nyersanyag a Forgeworld-ökről. Több bevétel a dobozokból. Na, az mondjuk jól hangzik, egy extra fajta technológia vagy opció. És legyen mondjuk a több termék. Bár akár randomolhattuk volna is. Továbbra is erősen kétséges, hogy meg tudnám mondani, hogy jó vagy nem jó, hogy ideális vagy sem előre. Itt tudunk négyet szintén, itt talán egy öt kifér. Nem, mintha azzal annyival előrébb lennénk. No. Hát emberre lenne alapvetően szükségem. Itt lehet. Nem, itt sincs. Innen lesz leghamarabb emberünk. Mivel járok legjobban? Oda is emberek kellenének. Talán ezzel. És akkor ez legalább már valahol áll. Jó, ó, itt még akár egy kimondottan jó pozíció. Hát, úgy látom, ezt a négyet tudom csak behúzni. De az nem adja a reménytelen. Kaja, ez meg kajából embert. És akkor azt a dobozt azt ugye el tudjuk használni, az azért jó, tényleg mik vannak. Ez könnyű lesz. Mondjuk. Hát csak azt kéne tudnom, hogy melyik ezekből. Itt van végtelen kajánk. Tudunk hozni ötöt. Fele más. Miért csináljunk a kajából valgokat? Emberből csináljunk zöldet. Emberből csináljunk bogyót. Már csak persze az kéne, hogy ne legyen mindegyik negatív, de innen nem lehet meg. Minden nem lehet meg. Itt hogy állunk? Tudunk hármat kényelmesen hozni. Van olyan pont, ahol mind a négy elér?
Van. Nagyon-nagyon szűkösen, de be tudtunk húzni. A lávával nem vagyunk előrébb. Oda kellene ember. De abból csak víz vagy ilyesmi lesz, úgyhogy ez nem lett egy jó hely. Ez nem segített nekünk. Jó. Tudunk emberből csinálni majd vizet. Itt tudunk vízből semmit. És szintén vízből semmit. Ez úgy érzem egy jó lépés. És akkor itt kezdjünk valamit. Van elég sok hely. Persze ennek a fele kiderült, hogy nem nyerő. Emberből csinál vizet. Zöldből tudunk kaját termelni. Jó, ez már nem olyan rossz. Már nem olyan nagyon rossz ez a kis sarok. Ennek kellene mondjuk zöld meg víz. Ezt fogalmam sincs honnan szerzünk. Itt tudunk felteszem zöldet szerezni. Emberből tudunk dolgokat szerezni. Emberből lesz zöld. Ja, hogy nincsen. Nincsen semmink. Ja, hogy ide ember kéne. És kifagytunk. Jó. Tudunk adni embert, tudunk adni kaját. Nem volt annyira hasznos. Összességében. Ott tudnánk majd esetleg egy hogy túl messze van. Pedig egyébként hasznos. Na és akkor teljesítettünk valamit. Az is egy hasznos lépés. Az pozitív. Ezt elvileg el tudjuk küldeni, csak rendkívül drága. De akkor ez is pozitív, meg azt hiszem, hogy itt már nagyon kéne neki kaja. Tessék, adjunk neki kaját. Na, valami, valahol kezdünk haladni. Nyilván ez teljesen fölösleges ilyen értelemben. Ide kéne doboz, vagy több. Hasznos bevétel. Ide mi kéne? Víz. Itt ne tudunk vizet szerezni. És akkor ez nem olyan negatív. De ide is kéne mondjuk persze ez a doboz, vagy mi a láda. Ott gyártunk vízből. Vagy itt tudunk gyártani, nem? De itt tudunk szerezni négyet, az mindjárt jobb lesz. Vagy nem. Vagy nem.
itt mind ugyanazt tudnánk hozni. Mondjuk az ember nem várt. Nem tudom, hova rakjuk el azt az embert. De akkor át tudjuk tolni ezt a kaját. És azt a négyet azért be tudjuk húzni. Itt szükség lesz az emberre. Tudunk vizet gyártani emberből. És az mindjárt egy baráti feladvány. Azt hiszem most egész jól állunk, ahhoz képest, hogy mennyire rosszul is állhatnánk. Kéne neki csíp. Honnan lesz nekem csípem oda? Sehonnan mi? Innen lehetne, de... De ez nem idehoz nekem csippet. Az, hogy ide emberből lenne valami. És igazából arra nincs szükségem. Kaját hol van? Vagy embert? Innen lehetne ember, de azt nem, mert túlba van. Vizet tudom-e valahova vinni? Ide is kaja kéne. És akkor itt lehet egy 5 bogyót kihúzni. Mindjárt barátibb. Húszból lehet. Vagy csinál pénzt. Ám egy nagy tétel, de ezt tudtuk használni. Termel pénzt, az sose fog ártani. Hát ezek egyike sem igazán vonz. Emberből lehetne nyersanyagot, de az nem érdekes valójában. Tudom mindet? Nem. No. Igazából egy ponton túl ez a... Játszogassunk a... erőforrásokért. Nem annyira szórakoztató. Jó, ezt behúzzuk, és akkor oda be tudjuk dobni. És akkor már csak doboz kellene oda. 24 pénz az jól hangzik. Jó. Most gazdagok vagyunk, már csak a negatívokat kéne egy kicsit kezelni. Ide kéne... ember. Az nem opció, de innen is tudunk gyártani embert. Ó, és vissza is tud küldeni akkor egy nyersanyagot. Azt mondjuk érdemes tudni, hogy ha olyan, hogy oda-vissza jó, akkor oda-vissza szállít valójában. Tudom, hogy alacsony a boldogság. Jó. Dobozt azt még nem tudom. Innen lehetne dobozt hozni. Emberből csinál dobozt. Na, mindjárt valahol állunk.
Ez még embert akarna elkölteni, ugye? Ott tud? Dobozt. Ládából, vagy mi az a másik fajta ládából? Vagy ércből? Ja, ezt ide beküldjük, az mondjuk úgy hasznos. Ez hülyeség volt. Ez hiba volt. Annak víz kéne. Honnan szerzök neki vizet? Hát, ha valamelyik ad nekem vizet. Innen lehet vizet hozni. Nem sokat, de egy keveset legalább. Akkor lehet némi bevétel, bár nem annyira az a hiányunk. Anyagilag jól állunk, egyéb szempontból vagyunk gyérek. Ide kéne például egy zöld. Ott tudunk zöldet gyártani. Csak túl messze van. Csak olyan túl messze van, ami nem oké. Emberből csinálna zöldet, az nem oké. Hát ez egyik se nyerő valójában. Akkor sikerült egy olyat húznom, ami semmire nem jó nekem. Remek hír. Doboz kéne, de azt még nem tudom honnan szerzünk neki. Hát ide, ha nagyon akarunk, tudunk küldeni embert. Nem tudunk. Akkor ez se jött be. Az, hogy mindjárt vége a menetnek. Körülbelül most vagyunk ott, ahol elhalunk. Nem tudom, mennyinél rúgnak ki, de ide közelebb vagyunk, úgy érzem, ahhoz. Ahhoz a ponthoz. Na, és akkor tudunk legalább küldeni. Vizet szeretne még. Ez még talán lehet itt. És ennyi. Azt hiszem most egy fokkal emberibbek lettünk. De hát az elég, az nem volt meg. No, mik ezek a random bogyók? Ezt majd megnézzük egyszer legközelebb. A random területhez tartoznak előnyök, hátrányok. Majd meglátjuk. Már ennyi.